Ha a munkáról beszélünk, akkor van egy nagyon fontos dolog, amit feltétlenül szóba kell hozni, és ez pedig a pénz, a fizetés, a bér, a juttatás azért, amit az ember megdolgozik. Tűnhet úgy, hogy ez magától értetődő, de azért azt látjuk, hogy autizmusban ez sem feltétlenül annyira kézenfekvő, mint egy átlagos ember számára. És éppen ezért ez is egy olyan szempont, amit egészen gyerekkortól akár figyelembe vehetünk, és fontos, hogy megtanítsunk egy autizmussal élő gyereket, vagy fiatalt, vagy felnőttet arra, hogy egyrészt, hogy mi a pénz értéke, hogy miért fontos az, hogy az embernek legyen valamilyen bevétele, hogy megpróbálja magát eltartani, meg azt is, hogy egyébként hogyan kezelje ezt a pénzt, amit keresett. Ezt is egészen kicsi gyerekkortól el lehet kezdeni érinteni ezt a témát, mondjuk ha a zseppénz témakör ez pont ide kapcsolódik. Tehát ha figyelmet fordítunk arra, hogy egy gyerek rendszeresen kapjon valamilyen zseppénzt, és annak az elköltésére is, vagy a beosztására is megtanítjuk, akkor az már jó alapot ad a későbbiekben a pénzkezeléssel kapcsolatos kihívások megoldásához. De ami talán szorosabban kapcsolódik a munkavállaláshoz, az az, hogy ugye középiskoláskorban is már el lehet kezdeni olyan típusú tevékenységeket végezni, amelyért valamilyen pénz vagy fizetés jár. Klasszikusan ezek ugye a nyári munkák vagy diákmunkák, amik abszolút javasoltak autizmussal élő fiatalok esetében is, mindazoknak a szempontoknak a figyelembevételével, amit egyébként a munkavállalással kapcsolatban is mindig figyelembe szoktunk venni. Tehát jó, ha egy autizmussal élő gyerek vagy fiatal kamasz kipróbálja, hogy milyen az, hogy az embernek dolgoznia kell. Ha jutunk odáig egy ember életében, ahogy el szoktunk jutni odáig, hogy tényleg vége van az iskolai karriernek, legalábbis az életének abban a szakaszában. Ez nem jelenti persze azt, hogy ez örökre így lesz, de mondjuk eljutunk arra a pontra, hogy komolyan felmerül a munkavállalás kérdése, és el kell kezdeni valamilyen munkát keresni, akkor az megint egy olyan pont egy autizmus élő ember életében, ami nagyon sok nehézséget vet föl, és nagyon sok irányba is el lehet indulni. Egyáltalán nem baj, hogyha nem feltétlenül abban a szakmában helyezkedünk el, amit tanultunk, sőt, az is elég gyakran előfordul, hogy egy autizmus élő ember megpróbálkozik egy szakma elsajátításával, beiratkozik egy iskolába, nagy erőfeszítéseket tesz arra, hogy akár egy felsőfokú képzést, akár egy egyetemet elvégezzen, de az derül ki, hogy vagy túlságosan nagy kihívást jelent ez, akár az autizmus miatt, akár egyszerűen a tudás megszerzésének a szempontjából, akár az derül ki, hogy mégsem arról azt tanuljuk az egyetemen, amit szerettem volna, vagy amire számítottam. Tehát mondjuk félbeszakadnak ezek a tanulmányok, ez is előfordul. És azt gondolom, hogy ilyenkor is nagyon-nagyon fontos, hogy legyen a fejünkben valamilyen B-terv, meg C-terv, meg D-terv, arra vonatkozóan, hogy mi van akkor, hogyha az eredetileg tervezett karrier, amit akár mondjuk gyerekkortól kezdve magunk előtt láttunk, vagy a szüleink magunk előtt láttak, az valamiért meghiúsul, hogy akkor el kell tudni kezdeni keresni más lehetőségeket, és ez egyáltalán nem jelenti feltétlenül azt, hogy ez egy rossz út lesz, hogy ez egy pótlék lesz, hanem jelentheti azt, hogy tudomásul vettük azokat a korlátokat, amelyek vannak, és megpróbálunk egy olyan elfoglaltságot, egy olyan pénzkereseti lehetőséget, egy olyan munkahelyet, egy olyan munkakört találni, ami kielégítő, ami megfelel azoknak az igényeknek, amelyek az autizmus élő fiatalban vagy felnőttben vannak. Képes annak a munkának az elvégzésére, tehát a képességei is megfelelnek annak, és természetesen ez nem elhanyagolható tényező, van ilyen munka lehetőség. Van nyilván egy olyan része az autizmus élő felnőtteknek, akiknél szóba kerül az, vagy nagyon is releváns, hogy a nyílt munkaerőpiacban gondolkodjunk, tehát teljesen átlagos, úgynevezett normál munkahelyekben gondolkodjunk. Nyilván itt is nagyon sokféle támogatási lehetőség van. Ez az egyik csoport. Van azonban azért jelentős számban olyan autizmus élő felnőtt, akitől nem várhatjuk el, nem is várjuk el, hogy egy átlagos munkahelyen, átlagos munkakörülmények között, még ha támogatással is dolgozzon, de az ő esetükben is nagyon-nagyon fontos, hogy az iskola rendszerből való kikerülés után valamilyen rendszeres, és még egy szempont nagyon fontos, hasznos elfoglaltságuk legyen. Tehát egyrészt
ne történhessen meg velük az iskola után sem az meg, hogy mondjuk otthon maradnak, és egész nap mondjuk maximum a szüleikkel találkoznak, és ki sem teszik a lábukat a lakásból, vagy csak maximum vásárolni, vagy sétálni. Tehát, hogy legyen egy napi rendszeres elfoglaltság, és hogy ez a napi rendszeres elfoglaltság egyrészt folyamatosan fejlesz-e az ő készségeiket, a társas kommunikációs készségeiket is, meg az önállósággal kapcsolatos készségeiket. Másrészt nagyon optimális, hogyha ebben valamilyen munkatevékenység is van. Vannak úgynevezett védett munkahelyek, ahol általában egyszerű munkafolyamatokat végeznek az ott dolgozó emberek, nyilván nem csak autizmussal élő emberek, hanem más problémákkal küzdő, mondjuk intellektuális képességzavarral, vagy más mondjuk pszichiátriai problémákkal küzdő emberek. Felmerül még olyan autizmus élő személyek esetében, akiknek vannak egyéb problémáik is, az úgynevezett nappali foglalkoztatás, ami szintén egy olyan forma, ahol van egy rendszer, vannak társak, vannak szabadidős programok is, és jó esetben van valamilyen munkatevékenység is. Tulajdonképpen köztes megoldás jelentenek azok a lakóotthonok tulajdonképpen, ahol nem csak dolgoznak, meg a szabadidejéket töltik el a fiatalok, hanem ott is laknak, ebből is jóval kevesebb van autizmus specifikus, amire hát szükség volna, de azért ebben is van egy elég jelentős fejlődés az elmúlt években, és hát várjuk, hogy ez tovább fejlődik.